Üdvözlöm! Szilit Tamás vagyok, a Plastic Road ügyvezetője. Örömmel mutatom be a legújabb elkészült fröccsöntőgépünket. Ez egy Engel Victory 200x60 Tech típusú gép. Tehát 60 tonna záróerővel és 200-as fröccsettséggel rendelkezik. Ez a 200-as fröccsettség, ez most jelenleg 25-ös csigát tartalmaz. Ezzel 60 valány köbcentit lehet fröccsönteni. A gép 2004-es évjáratú LC100-as vezérléssel rendelkezik, és jelenleg 71.162 üzemóra van benne, de halljuk a gép csendes működéséből, hogy már felújított gépről beszélünk, a szivattyúja is és az összes főbb egységei föl lettek újítva, és ismét termelésre kész állapotban van a gép. A gépen van egy tiszedő, ami teljesen pneumatikus minden tengelyen. Ez a szokásos Engel ticker. Ezt is lehet integrálni a folyamatokba. Tiszedi az Angus-t, vagy a darabot, attól függ, hogy mihez van állítva. Most egy kis négyfészkes szerszám van fönn, a darabok nem estek le az Angusról, úgyhogy most kimondottan ideális, hogy pickert bemutassunk. Úgy a gépnek német és angol menüje van, rendelkezik mikrográffal, további extra kettőkör maghúzó, szerszámmeleg csatorna vezérlés. Tehát most próba üzemben van a gép, ilyenkor leellenőrizzük az összes funkcióját. Jelenleg 2 olajszivárgást tapasztaltunk, még ezeket is szeretnénk megszüntetni, és utána kész lesz a gép. Vannak a termékek, és itt fog jönni a picker bele. No, hát ez egy csendes, pontos kis gép, felújítva a vízelosztója is. Kivezetések darálónak, szalagnak, temperálónak, stb. Hallhatjuk, hogy nem halljuk, olyan csendesen működik. Megnézzük a adattábláját is. No, hát összességében elmondható, hogy egy nagyon jó állapotú, pontos, csendes halk, 60 tonnás oszlopnépi Engelt láthattunk, amit bátran ajánlok, akár műszaki műanyagok fröccsöntésére is. Pont ráesett a fényképezőgépre a darab. No, hát ennyit tud a masina. Meleg csatorna szabályzót láttak itt egy pillanatra, illetve annak a csatlakozását.
Na, úgyhogy ezt a csendes, pontos gépet bátran ajánlom mindenkinek.